Ez a pillanat jelenti a Bonyhádi Ipari Park életének következő szakaszát. Az év végére megépül a 4 új csarnokot és a 3,5 hektár területet magába foglaló ipari terület a szükséges úthálózattal és infrastruktúrával. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, Bonyhára megye egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, amiben jelentős szerepen van a helyi önkormányzat vállalkozásbarát szemléletének is. Az önkormányzatoknak, gazdasági szerepvállalóknak is kell lenni azért, hogy példát mutassanak, és előre menve ők húzzák a többi vállalkozást is. Az ipari park részben a területfejlesztési operatív program 480 millió forintos forrásából épül. Orbán Attila, a megyei közgyűlés alelnöke azt mondta, ez a beruházás jól példázza a TOP vidékfejlesztését szolgáló erejét. Ha most ezt az ipari park bővítést nézzük, akkor azt látjuk, hogy ha ehhez hasonló beruházások történnek, ez mindenképpen Bonyhádnak az adó bevételek és más kapcsán több évre meghatározza a további fejlesztést. Filóni Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere azt emelte ki, hosszú évek óta tartó összefogás, közös gondolkodás eredménye, hogy hosszú távra ismét gazdasági növekedési pálya várhat a völgységi városra. Egy önkormányzatnak, aki felelősen és tudatosan építkezik és gondolkodik, annak nem elég, persze elengedhetetlen, hogy minden egyes külső forrást megpróbálni demonzani a városba, és elnyerni egy-egy támogatást, hogy azzal is gyarapodjon, gazdagodjon a települése, jelen esetben a mi városunk Bonyhád, de az önkormányzatnak valamennyire a saját lábán is jó lenne, ha minél stabilabban meg tudna állni, és ez a projekt, ez erre is kiváló példa, hogy ez a cél is itt tud erősödni. A beruházás teljes költsége meghaladja a 800 millió forintot. Az elnyert TOP forrás mellé a fennmaradó összeget az ipari parkban működő cégek és a város gazdasági társaságának saját ereje biztosította.